Fradisták, jöttünk egy szurkolótok nekünk a playoffban. Mindenkire szükségünk van. Tudjuk, hogy nekünk van a legjobb szurkoló táborunk, tehát gyertek a mérkőzések köz. Bizony szükség lesz mindenkire, hiszen jégkorong csapatunk végül is elérte a szezon előtt kitűzött célját, azaz bejutott a rájátszásba. Ott majd a Fehérvár lesz az ellenfél, a Bárbaj győztese pedig bejut az elődöntőbe. A srácoknak majd 2 hetük volt felkészülni a mindent eldöntő mérkőzésekre, melyek közül az elsőt játsszuk majd hazai pályán. Ez előtt látogattuk meg őket egy kis alapszakasz értékelésért és playoff várakozásért. Összességében elégedettek lehetünk az alapszakasszal. Volt időszak, amikor zsinórban arattuk a győzelmeket, máskor viszont sorra jöttek a vereségek. Ami engem illet, amikor ide kerültem az előző szezonban, az volt a célom, hogy minél több gólt és asszisztot szerezzek. Akkor ez nagyon nem jött össze. Most viszont nagyjából 40 pontommal azt hiszem már elégedettebb lehetek. We could have gone higher than this. Azt gondolom, hogy a 6. helynél előkelőbb helyen is végezhettünk volna. Elvertük az Újpestet, a Debrecen, sőt a Miskolcot is legyőztük, tehát ebben a bajnokságban minden csapat ellen megvolt az esélyünk. A 6. helyen a célunkat elértük, de ennél feljebb is kerülhetünk jövőre, hát ez csak rajtunk múlik. Végül is elértük az alapszakaszbeli cél, de gondolom ez nem azt jelenti, hogy akkor most már hátradőlünk és kész ennyi. Természetesen a cél az, hogy bejutottunk a rájátszásba, az már mi megértünk, de a végcél nem ez, hanem tovább jutni. Belül 10 napunk lesz felkészülni, alapozással kezdtünk. Elég baj, mert kevesen vagyunk, sok játékos sérült, vagy betegséggel küzd, ezért elég nehezek az edzések. Alapemberekből van sérültünk, a Rafi az duplán is hiányzik, mert egyedüli jobbkezes csatárunk, és nagyon hiányzik az emberellenőrös szituációnkból is. Sajnos, hogy nem fog felépülni, egy 6 hetet hagy ki. Azon kívül a kéztöréssel bajlódik a Frisár, és a horvátnak a válla van elmenve, a kis szerintem fel fog épülni, mert betegség miatt hiányzik, nagyjából ennyi. Mik lehetnek a kulcsmomentumok a Fehérvár ellen? Ugye idén 2 győzelem, 4 vereség ellenük a mérleg, és most idegenben egyet legalább kéne nyerni a legjobb esetben is. Igen, a playoff az teljesen más, mint az alapszakasz. Bármi megtörténhet, tudjuk, hogy a Fehérvár egy fiatal, nagyon jól kocsázó csapat. Megteszünk mindent, itt ott fog eldőlni, hogyha a fiúk mennyire fogják betartani a taktikát, és fejben mennyire lesznek ott. Tehát ez egy, mondhatjuk, egy taktikai csata lesz? Miben lehet jobb a Ferencváros, mint a Fehérvár? Hát, hogyha nagyon fegyelmezetten védekezünk, a védekezésen lesz, ott fog eldőlni szerintem, mert kontrázni mi is tudunk, és jó csatáraink vannak, be tudjuk lőni. Itt az a védekezésen fog, meg a kapus teljesítményeken fog múlni. Védekezés mellett fontos lehet még például az is, hogy mennyi visszajátszóval lép jégre a Fehérvár, de az is, hogy milyen mentalitással fogunk mi játszani. Az biztos, hogy nem feltett kézzel vágunk neki a mérkőzéseknek, és a párharcokba is bátran beleállunk. Ne feledjük, a jó öreg Linus velünk van. Nagyon erős csapatunk van. Az alapszakaszban is szoros meccseket vívtunk, de a rájátszás az más kávéház. Ezen a 2-3 meccsen mindenki nagyon feltűzelve lép a jégre. Ha egyben lesz a csapat, akkor legyőzhetjük őket. Nagyon sokat jelentett az is, ha a hazai pályán a szurkolóktól is kellő támogatást kapunk. Nem tudjuk, hogy a Nagyfehérvárból mennyi játékos érkezik kiegészíteni a B csapatunkat. Ezen sok múlhat, viszont ahogy a többiek is elmondták, már a playoffban kevésen múlnak a párharcok. Természetesen ők a favoritok, mi csak meglepetést okozhatunk.
de szeretnék meglepetést okozni. Milyen most a hangulat az öltözőben? Nálada je veľmi dobrá, všetci. Így van. Nagyon jó hangulat, amiatt, hogy bejutottunk a rájátszásba. Tudjuk, hogy most már tényleg nincs veszíteni valónk, bármilyen jó eredmény, csak egy nagy pluszt jelent a csapattól. Az aktuális szezonok elején már évek óta gondot okoz a sok új igazolás, a szinte teljesen átalakuló keret. Ha kicsit előre tekintünk, akkor láthatjuk, hogy a csapat vezéreinek megtartása és a megfelelő erősítés szerződtetése a stabil teljesítmény egyik kulcsa lehet. Linus Schellint is megkérdeztük a terveiről. Én szeretnék maradni, de ehhez azért meg kell várnunk, mi történik a nyáron. Azt gondolom, pár évig még biztosan tudnék hokizni és maradni is a Fradiban. Persze ez függ a formámtól, a motivációmtól, és nyilván fontos a vezetőség bizalma is. Összefoglalva, a Ferencváros a 6. helyen végzett az alapszakaszban. Ezzel az ott 3. Fehérvár AV19 lesz ellenfelünk a negyeddöntőkben. A párharc 2 győztes mérkőzésig tart, az első találkozót február 17-én rendezik Pesterzsébeten. Visszavágó 3 napra rá Fehérváron, és amennyiben szükséges a 3. 60 perc is, úgy azt szintén idegenben kell megvívnunk. Fradisták, jöttünk egy szurkolótok nekünk a playoffban. Mindenkire szükségem van playoff. Thank you. Thank you. Hajrá, Fradi.